Játszani jó. Egyedül vagy társal. Mert szórakoztat, mert kellemes időtöltés, mert segít megismerni önmagad és társaid, a környezetedet. Válaszokat ad eddig megválaszolatlan kérdésekre, segít felidézni emlékeket, vagy éppen traumákat feldolgozni. Játék az első napoktól. Nagyon fontos. Nem csak a gyermekeidnek, hanem neked is, amikor szülővé váltál. A játszótársam, mond, akarsz-e lenni? Tette fel a kérdést Kosztolányi Dezső. Ebben a kérdésben ott a sürgetés, az elutasítástól való félelem és az igen reménye. Mint amikor kis gyermekünk néz fel ránk, akár ruhánkba is csimpaszkodva. Anyu, játsszál velem! Apu, gyere játszani! Hajlamosak vagyunk rá, hogy eltereljük a gyermek figyelmét, elhárítsuk kérését a teendőinkre hivatkozva. Pedig a játék hatása nem csak a babázással vagy autózással töltött időre korlátozódik. Nem csak egyszerű és kellemes időtöltés. Nem csak arra való, hogy a gyermeket lekössük. Nem az az elsődleges funkciója, hogy még több időt nyerjünk munkánk elvégzésére. Azzal, hogy gyermeket vállaltunk, feladatot kaptunk. Egy szép, nemes, de felelősségteljes feladatot. Mint szülők, ellátjuk, tápláljuk és óvjuk a kicsit. Babázunk. Segítünk felfedezni önmagát, ujjacskáit, majd szűkebb, anyuhaja, apu szemüvege és tágabb környezetét. Tulajdonképpen már ekkor is játszunk, még ha ez sokszor nem is tudatos. E játék pedig számunkra is kellemes, hiszen együtt vagyunk a gyermekünkkel, fizikai kapcsolatban, ölelés, érintés által, és erősödik a lelki kötelék. Megnevettetjük egymást, boldogsághormonok áradnak testünkben. De a játék több, mint örömet szerző tevékenység. Szülővé válásunk azt is jelenti, hogy egyúttal oktatóvá, tanítóvá is előlépünk, s bár vannak ovik és bölcsik, e szerepünk igen jelentős, különösen az első 6 évben. Óriási szerepe van a játéknak abban, hogy a gyermek megismerje önmagát, környezetét, és magáévá tegye az alapvető viselkedési normákat. A különböző jellegű játékok az agy különböző területein hatnak, így fejlesztve például a mozgáskoordinációt, a logikát, a különböző képességeket, melyekre az iskolában, majd az életben nagy szüksége lesz gyermekünknek. Játék közben, eszközzel vagy anélkül, társal vagy egyedül, újra átélhetőek a kalandok. Más megvilágításba helyezhetőek a konfliktusok. Segít egymásra figyelni, egymást és önmagunkat megérteni, nagy szerepe van a traumák feldolgozásában. Szülőként tehát a mi felelősségünk, hogy ne csak arra biztosítsunk megfelelő alkalmakat a gyermeknek, hogy egyedül eljátszon, hanem tevékeny közreműködésünkkel, a közös játékkal vagy irányított cselekvéssel fizikai és lelki fejlődését is segítenünk kell. Többek között ezért készült a Mit játszunk téli estéken című.